Az Opel mostanában rengeteg érdekes modellt mutatott be, kezdve ugye az Astrával, ami az idei év autója, talán nem sokkal jött itt az Astra Kombi, nem túl rég jártunk a Opel Mokkának a bemutatóján, de mindezek mellett van egy nagyon aranyos kis autója, amit többnyire dicsértük, ez pedig az Adam, vagy igazából, mivel német márkára van szó, az Adam. Hát hogy is mondjam, hogy mindig próbáltam kerülni vele a találkozást, hiszen ez a icipici méret annyira nem fekszik nekem, meg valljuk be, ez az autó elég jelentősen csajos. Most ehhez képest kaptunk egy nagyon vicces konfigurációt, ugye az Adam Rox nevezetű modellnek is most már van S változata. Ha valaki nem látta volna, mind a kettő volt már külön-külön nálunk tesztben, tehát Adam S is volt nálunk, meg Adam Rox is, most a kettőt összevontuk egybe. Ez azt jelenti, hogy a Rox az egy ilyen kicsit crossosabb megjelenés, más az orra, itt vannak is szélesítések rajta, és a kocsi egy picit meg van emelve, egész pontosan 15 mm-rel, ami gyakorlatilag semmi, de azt gondolom, hogy a csajoknak azért nem baj, ha ez megvan, így legalább a fekvőrendőröken sokkal nyugodtabban át lehet menni. És hogy miért S, az pedig azért S, mert az 1.4-es turbomotort rakják bele 150 lóerős teljesítménnyel. Főleg így ebbe az a színbe, amiben most megkaptuk, hogy nagyon vicces, hogy a belső térbe is ezek a külső színére fújt műanyagbetétek, plusz a kormányban is van egy ilyen betét. Hát mit mondjak, szoknom kell. Nagyon-nagyon figyelemfelkeltő ez a kombináció. Mindamellett pedig ugye ez egy kis sportos autó lett, ami egy icipicit meg van emelve. Az Opel hajlamos azt mondani rá, hogy ez a világ legkisebb crossover-e, de hát ezért ezt annyira ne vegyük komolyan. Tényleg egy picivel magasabb építésű, és így tényleg egy bátrabban lehet menni rossz utakon vele, de abszolút nem arra való, főleg ez ekkora felnikkel. A 150 lóerő viszont pont a S betűt indokolja, hiszen kellően rugalmas, tényleg meg tud lódulni, egy csomó minden olyan vezetést könnyítő tulajdonsága megvan, ami ahhoz kell, tényleg az ember egy ilyen szűk városi forgalomban bátrabban tudjon közlekedni. Gyakorlatilag ez a teljesítmény ebben a kis autóban bőven elég, vagy inkább sok. Annó, ha jól emlékszem, a 1 literes turbót is nagyjából nagyon dicsértük. Az egy nagyon jó motor, most ehhez képest ez tényleg egy ilyen elég elvadult változat. Azért biztató, hogy 8,5 literes átlagfogyasztást látok most magam előtt. Úgyhogy ez az Adam Rox egy nagyon-nagyon vicces kis autó lett. Viszont a csajoknak mondanám, hogy ha már Adamot akarnak, szerintem a Rox az egy vicces kis csomag hozzá, és tényleg egy picit azért magasabb építésű, és az S pedig, aki nagyon sportos csaj, az biztos, hogy élvezni fogja. Én attól függetlenül azt mondanám, hogy az 1 literes a megfelelő választás, de ha valaki kicsit sportosabbat akar, akkor bizony az S is jó. Egyetlen kifogásom, hogy a váltó ebbe se az igazi, már azt hiszem a sima Adam S-be is elmondtuk. Minden más szerintem tetszetős, és tényleg fel lehet úgy szerelni, hogy ebbe például Infinity hifi van, tehát hogy mindenből a legjobbat. Azt gondolom, hogy tényleg egy elég vicces Fiat 500S konkurens született meg. Mini konkurensnek még nem nevezném, hiszen annyira durva változatai nincsenek, mint a miniben a Cooper S, vagy éppen a John Cooper Works, de azt a hangulatvilágot abszolút tudja ez az autó is. Vicces autó, tényleg engem meggyőzött. Egyébként azzal kell megbékélni, hogy egy a sima Adam S az 5 millió forint, ez pedig 5,6 millió forint. Nem kevés pénz az ekkora méretű autóért, de már megszokhattuk, hogy ilyen dévat autókért bizony el kéne ennyit, úgyhogy ilyen téren is talán ez az összeg még indokolt.